Lehár Ferenc, a világhírű magyar zeneszerző, Garabonciás című új dalművét vezényli a Magyar Királyi Operaházban megtartott ősbemutatón. Nincsen lesz, még ugye kincsem lesz, még itt mi nálunk, jó világ. Lesz még fogalosan székel, gondolok, süvegünk lesz még cserpak. Apám 1942. szeptemberétől 1943. június 12-ig a Kállai kormány hadügyminisztere volt. A háború után visszatérve Magyarországra fogságból az első közé tartozott, akik azzal a gondolattal foglalkoztak, amely gondolatát végeredményben meg is valósította, megírta memoárját, és 1947-ben Vízeszes esztendők címen megjelent ez a könyve. Legjobb volna kitörölni emlékezetemből azokat a rossz napokat, amelyek most már mögöttem vannak. De mégiscsak emlékeznem kell rájuk, mert azok, akik utánam jönnek, elolvassák feljegyzéseimet, és hiszem, hogy tanulnak belőlük valamit. Rád gondolok, kedves Béla fiam, amikor ezeket a sorokat papírra vetem. Eszembe jut, hogy kell valamit hagynom a te számodra is, azokból a tapasztalatokból, amelyeket az utóbbi években szereztem. El kell, hogy mondjam, milyen szempontok vezettek bizonyos kérdések megítélésénél. El kell, hogy mondjam már csak azért is, hogy helyesen ítéld meg apád életének utolsó fejezetét, és hogy emlékeimből hasznos tanulságokat szűrd le magadnak, jövőd és gondolkodását kialakítására. Apám volt a kormányfő, és a németek árgus szemekkel fegyelték minden tevékenységét. Tehát ő lassanként próbálta átalakítani a kormányát, és akkor az első dolog volt, hogy a honvédelmi miniszternek a posztjába egy olyan magyar tábornokot kéne tenni, akit nem vakítottak el az óriási német győzelmek. És ez Barta Károly egy kitűnő tábornok volt, kitűnő magyar ember volt, de valahogy ő el volt kötelezve a németeknek, hisz Bárdos alatt volt miniszter, mikor megkötötték azt a szerződést a németekkel, hogy egy magyar hadsereget küldjenek Oroszországba. 1942. szeptember végén apám értesítést kapott, hogy a kormányzó kihallgatáson fogadja Gödöllőn. Apám délután 3 órakor megjelent a kormányzói kihallgatáson, a kormányzó közölte vele, hogy a megváltozott politikai helyzetre való tekintettel Barta Károlyt menesti, és őt szándékos, hogy kinevezni honvédelmi miniszteré. Miniszteri kinevezésével a sajtó majdnem minden orgánuma foglalkozott. Mégpedig ünnepelve fogadták Nagy Vilmos kinevezését. Szokatlan volt ez a széleskörű sajtó megnyilatkozás, mert
nem volt szokásban abban az időben, hogy azzal nagyon foglalkozott volna a közvélemény, hogy ki a miniszter, ki megy, ki jön. És a Szánsegédnek most a kötelessége, hogy fölkeresi lakásán az új miniszter urat. Kéri parancsait az átvételt illetően. Most bementünk az irodájába, és kipakolja az irattáskáját. Kiemel belőle két könyvet. Az egyik egy biblia, és a másik egy szolgálati szabályzat. A miniszter asztala elég terjedelmes, én csak nézem. Erre kivesz az egyiket, és elteszi íróasztalának jobb előső sarkába, kiveszi a másikat, és kiteszi az íróasztalának az ellentétes másik sarkába. Ez a jelenet megkapott engem. Biblia és szolgálati szabályzat. És úgy átéreztem, hogy én megismertem most valakit, aki ezzel tanú bizonságot tett a lelkiségéről. Már néhány napi működés után láttam, hogy a legnehezebb és a legsúlyosabb problémák egyike a zsidó kérdés, mely a hadseregen belül minden vonatkozásban jelentkezett. Itt volt elsősorban a munkaszolgálatosok ügye. Csak később mondta meg egyszer, egy ilyen baráti beszélgetésre, amikor valamelyre utaztunk, tudod, meggondoltam magamat, adtam neked egy parancsot, hogy a munkaszolgálatosokkal kapcsolatban csinálj nekem egy fogalmazványt. És elolvastam, és az teljesen az én szellememben volt megírva. Hát akkor ugyanek váltsalak föl? Hát, itt maradsz mellettem. És ekkor átment az agyamon. Én itt többet tanulok, mint én kimegyek, nem tudom, Rahóra vagy hova, mert ettől az embertől tanulni lehet. Nem csak a katonai tudásomat tudom én itt kiegészíteni, hanem én itt tanulok valami különös dolgot, valami emberiséget, vagy minek is nevezzem, de valami különös morált, amire nekem a durva katonának éppen elég szükségem van. ...1884-ben született Parajdon. Sikeres érettségvizsga letétele után lehetőség nyílt, hogy bekerüljön az akadémiára. Megpályázta a Háromszék megye alapítványi helyét, ahova felvételi vizsgát tett és felvételt nyert. Nagyon érdekes jelenet zajlott le a felvételi során. Bolgár Géza, az akadémia tanulmányi segédtisztje, megkérdezte tőle, hogy kérte tőle a bizonyítványát. És ő odaadta, és erre azt mondja, hát fiam, te ilyen bizonyítványal, ilyen kitűnő bizonyítványal katonának jössz. A pám azt válaszolta neki, hogy hát tessék mondani, csak a buta emberek mennek katonának. Hadnagyjá avatása után elvégezte a bécsi katonai, a hadiakadémiát, együtt tanult Jáni Gusztávval, ismertebb emberek közül, Kereszte Fischer Lajossal, majd részt vett az első világháborúban, mint hadosztályvezérkari tiszt, tapasztalatait megírta
három munkában. És ezeket a könyveket mi övezik az iskolán, át is tanultuk, romániai hadjárat, szerbiai hadjárat, rendkívül érdekes könyvek voltak, és így magyar szempontból, és hogy mondjam, bizonyos mértékben oktató módon is meg voltak írva. Apám a felvidéki és erdélyi bevonuláson az első hadsereg parancsnoka volt. Már az is valószínű, hogy azért jelölték őt a Zömnek a parancsnokául, elsősorban katonai kvalitásai miatt, ez az első, és kettő, hogy ennél a megoldásnál általában azokat nevezték ki parancsnokoknak, és szerepeltek ott, akik Erdéllyel valamilyen kapcsolatban voltak. Hát ez egy nagy dolog volt, hogy azok, akik ugye már Erdélyből kijöttek, elvesztették a hazájukat, ugye, hogy azok most elérkezettnek, vélték azt, hogy ebben a visszaszerzésben részt vegyenek. Virágeső fogadta az első napon a honvédeké Szatmárnétibe bevonuló kormányzót. Apám és Wert Henrik a vezérkar főnöke között fennálló feszült viszonynak következtében állt elő az a helyzet, hogy Wert javaslatot tett apám nyugdíjazására, a kormányzó ezt a javaslatot elfogadta, és 1941. májusában nyugállományra helyezték. Nyugállományra helyezése után egy osztálytársa, Bengyel Sándor, miniszter, közellátás miniszter közbenjárására megválasztják a Dunai repülőgépgyár elnökévé. Elnökségben ülő Weiss Jenő, Korin Ferenc tudták, hogy Nagy Ilmos elfogadható személy számukra, miután azonban miniszteré kinevezik, természetesen elnöki tisztéről lemond, és ez miniszterségének ideje alatt nem tölti be. Nagy Ilmos lesz a miniszter. Bizonyos meglepetést tükrözött. Először, mert a nyugállományból hívták vissza, másrészt úgy tartották, hogy vannak liberálisokkal és zsidókkal való kapcsolatai. A kormányzó úr és fia, ifjabb vitéz nagybányai Horthy Miklós rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter jelenlétében Horthy István emlékestet rendezett. Az emlékbeszédet vitéz Nagy Vilmos honvédelmi miniszter mondotta. Magyar ifjúság, úgy tekints erre a tüneményes életre, mint a magyar sors előttünk lezajlott megtestesülésére. Nem vonul vissza a kormányhelyzet helyettesi méltóság biztonságába, hanem odáll a magyar harcosok közé, ott fűzd fáradt, és életét áldozza a hazáért. Ne sírjunk, ne legyünk kisítőek! Vitéz Nagy Vilmos vezérezredes, honvédelmi miniszter megtekintette a film és fényképfelvételekről, valamint sajtó és egyéb beszámolóikról ismert haditudósító alakulatok telepét és korszerű felszerelését. Birtokomban van ez a levél, amit a kormányzó írt apámnak. Ez a levél olyan konspiratív jellegű, mert kétségtelen, hogy a Horthy saját kezű írása, aláírás nélkül és megszólítás nélkül így kezdődik. Az egymás utai támogató nyilasok. És ezek között fel vannak sorolva azok a vezérkarjak, akiket a kormányzó tudomása szerint nyilas párttal kollaborálnak, és így felsorolja a neveket. Bardóczy,
nagyon érdekes módon Vörös János tábornok, és egy pár név, Stefán Valér vezérkari százados, Bán Mihály vezérkari ezredes. Célja a kormányzónak az volt ezzel, hogy apám figyelmét felhívja, hogy kire kell vigyázni, kik a nyilasok a vezérkarban. Tehát, hogy belső ellenállással is küzdött. Ugye? Rendkívül nehéz helyzetben volt. Nem szabad elfelejtenünk, és én ezt nyugodtan kimondom, mert vállalom, hogy a zsidósággal való ellenszenv erős volt. Nem azt mondom, hogy döntendően fontos, de erős volt. Kétség kívül a német befolyás következménye egy bizonyos antiszemitizmus volt. Szemben állt vele még a törvény is. Tehát neki számolni kellett azzal a befolyással, azzal, hogy itt a közvélemény egy része, hogy nézi az ő cselekményeit, a törvényparagrafusai, mit írnak itt elő, ezzel neki mind számolni kellett. És hogy ő a Kállay kormánynak és az egyesnek a pártnak egyik minisztere. Apám intézkedett a munkaszolgálatosokkal való bánásmódot, illetőleg, hogy mindenütt emberséges módon kell bánni a munkaszolgálatosokkal. Nem szabad különbséget tenni honvéd és munkaszolgálatos között, mert a munkaszolgálatos éppen úgy katona, mint a honvéd. Apámnak nagyon jó barátja volt, harctéri bajtársa, Hartmann József, vaskodan rendes, tartalékos százados. Zsidó volt. Vállalatai voltak, és félt attól, hogy a zsidó törvények értelmén természetesen bajba kerül, mi meg el akart bújni amögé, hogy kikeresztelkedik. Tanácsot kért apámtól, illetve ő vetette fel, hogy ő ki fog keresztelkedni. Na de hát azt mondta apámnak, nagyon helyes, én vállalom, hogy leszek a keresztapád. És lett. És elmentek a tínyei templomba, és a tínyei templomba megkeresztelte őt Lázár pap. Egyébként én nekem volt ebben a kérdésben mondjuk olyan értelmi szerepem, a apám magatartása, politikája, mert én, mint fiatal hadnagy, nem látva én át ugyanagy összefüggéseket, látva azonban az ő tevékenységét, én féltettem, hogy ő bajba fog kerülni. Azt mondtam apámnak, apám, vigyázz, ne állj az ár ellen. El fog sodorni. És akkor azt mondta az apám, szégyellem, hogy a fiam vagy. Na, ez csak egy napig tartott, egyet aludtam rá, és másnap reggel bocsánatot kértem természetesen, mondtam, édesapám, tökéletesen igazad van, bocsánatot kérek. Ez volt a vége. Na, de most bölcsességére volt szükség. Hogy ott, ahol lehet, ott iparkodjon ezeket a szögleteket valahogy lefinomítani. Itt ő szövetségeset talált, ki merre mondani, igenis Horthy Miklósra és Kállayra is, de ezekre is vigyázni kellett. Kállay Miklós, a kormányelnök, teljes mértékben egyetértett apám személyével és az ő politikájával. Ugyancsak egyetértett mindazokkal a kérdésekkel, amikkel apám szembe került a Honvédelmi Minisztériumba, így elsőrendűen a zsidó kérdés, a munkaszolgálatosok kérdése és az ebbeli ténykedésével Kállay tökéletes mértékben egyetértett. Természetes azonban az, hogy ő, mint kormányelnök, nem adhatott ennek olyan nyíltan
kifejezést, mint ami tulajdonképpen a honvédelmi miniszter se tehette volna meg, de a honvédelmi miniszter azért megtette. A Nagy Vilmos a legjobban érdekelte a munkaszolgálatosoknak a kérdése, ami apámnak is egy problémája volt, hisz Szabács megyéből származunk, ahol, amint tudjátok, annak idején a legnagyobb zsidó lakosság volt. És ezeknél a zsidó barátainkból, fiatalokból nagyon sokat vittek munkaszolgálatra. Tehát ezeknek a sorsa érdekelte a legjobban a Vilmost, ugye, és apámat is természetesen, és itt igyekeztek azt, amit lehetett segíteni. A szellemet még jobban elvadította az a rendelet, amely a harctéri szolgálatban a felváltásokat szabályozta, és kimondta, hogy románnak, szervnek és zsidónak semmiféle kedvezményt adni nem szabad. Őket felváltani nem lehet. Én ennek a hírhet 5000-es rendeletnek erre vonatkozó pontját azonnal töröltem. Ezt az embertelenséget nem akartam tovább folytatni. Amikor elhagytuk a Vereckei szorost, és ez a hazánk területét, akkor a századparancsnokunk, a munkaszolgálatos századparancsnoka üvöltve közölte velünk, hogy jól nézzük meg ezt a tájat, ezt a vidéket, mert többet úgyse látjuk viszont. Egy sem jön közületek haza, mondotta. És úgy nézett ki, hogy az ígéretét komolyan is vette. Mi a Stri Stanislaus Kóle körzetben, valami lakatlan területen, meglehetősen összefércelt barakokban kaptunk elszállásolást, és ott nekünk olyan dolgokat kellett elszenvednünk, amit azt hiszem 52 év után is nem szívesen idézek föl még az emlékezetemben sem. Kikötés, gúzsba kötés, éheztetés. Engem például úgy gúzsba kötöttek, hogy 6 hónapig nem tudtam tisztességesen megfogni egy kanalat. 44 kiló volt a testsúlyom. De voltak, akik ennél rosszabbul jártak. Meglehetősen sokan haltak meg, és főleg egészségileg olyan mértékben károsodtak, hogy évtizedekig, vagy talán életük végig hordozták az ott okozott szenvedéseknek egészségügyi következményeit. 1942. november 29-én megérkeztünk ide őrkénytáborba, mint zsidó munkaszolgálatos 50-ed magammal. Másnap reggel sorakozó volt és bemutatkozó eligazítást tartott Stix őrnagy, a legénységi alosztály parancsnoka. Aki megjelent előttünk, furcsán fintorogva a csizmáját a lovaglópálcájával verte, és azt mondta, de sok zsidó, nem szeretem a zsidókat, mindenki vegye le a sárga karszalagot, és amíg itt vannak, nem akarom látni, de sok ronda civil, mindenképpen utálom a civileket. Van már oké, Szabó? Kilépett 2. Na, kapnak kincstári selejtet, és rá fogják agyusztálni a társaságra. Megértették? Megértettük. 3 hét múlva már kékparolis huszárok voltunk, és azon vettük észre magunkat, hogy emberszámba kezdtek venni. Megszüntettem a munkaszolgálatosoknak a fogolyként kezelését. Elrendeltem, hogy a munkaszolgálatosok ellátása megfelelő legyen. A megkívánt munkateljesítményt ne éhező emberroncsokból készítsék ki. Elrendeltem, hogy a betegeket és a szolgálatra alkalmatlanokat azonnal le kell szerelni. Eltiltottam a rossz bánásmódot, a testi fenyítést. A legszigorúbb vizsgálatot indítottam, a munkásszázadok tagjaival brutálisan bánók ellen, azokat bántalmazták, ütötték, verték, vagy megzsarolták. És egyszer csak, jól emlékszem, 42. októberre körül lehetett, híre támadt annak, hogy Nagybaconi Nagy Vilmos a frontszakaszon látogatást tesz. És egyszerre valahogy minden kezdett megváltozni. Jobb lett a koszt. Megszűntek a kikötések, a gúzsba kötések, a verések. Emberibb hangon beszélt velünk a keret. És miután
látogatás lezajlott, ami persze a mi egységünket nem érintette, hanem inkább a harcoló egységeket. Úgy tudom, onnan Kijevig ment tovább. Lassan kezdett minden a visszájára fordulni. És ebből a számunkra világosan kiderült, hogy nem a politikai szituáció változott meg általában, hanem egy nagyon bátor és nagyon emberséges ember, aki mert bátran szembeszállni az embertelenséggel, az hozta ezt az időleges változást. Háború első része idején rettenetes volt a munkaszolgálatosok helyzete. Ki voltak szolgáltatva a kényének, kedvének, azok kiélték a szadizmusukat, ütötték, verték a munkaszolgálatosokat, tisztek pedig mindent eltűrtek. Ezt egyszerre változás állt be. Egyszerre azon vettük magunkat észre, hogy emberszámba kezelnek lenne, hogy a keret nem hepciáskodik, nem nyúl hozzánk senki, egyszerre csak kaptuk a zsoldot, a ruhakoptatást, a honvéd cigarettát, az eltávozást, szabadságot, sőt, legnagyobb csodálkozásunkra, még aratási szabadságot is kaptunk. Később megtudtuk, hogy Nagybacsonyi Nagy Vilmos honvédelmi miniszter rendelkezése volt mindez. Ezek az intézkedések abban az időben azért rendkívül jelentősek voltak. Nagyon fontos volt az egyszerű munkaszolgálatos kinti front élete szempontjából. A hadseregben azt a szellemet, amely addig azért nagy részt úgy fogta föl, hogy hát ez egy olyan emberállomány, amelyet tulajdonképpen hát nyugodtan neki kell engedni az aknamezőknek. Szóval ez azért változott. Ezeknek a parancsoknak és utasításoknak a következtében változott, és nagyon nehéz lenne tényleg lemérni emberéletben, hogy hányan menekültek meg, és hányaknak maradt meg az élete. Már első referátumom alkalmával szóba került a kormányzó előtt, hogy meg akarom szemlélni az Oroszországban harcoló második hadsereget, mert csak így lehet szorosabb kapcsolatot teremteni a hátország és a hadsereg között. Kíséretemben volt Kéri Kálmán vezérkari ezredes, szánsegéd és Gál Iván alezredes, parancsőrtiszt. Apám repülőgéppel Alekszejevkába repül, ahol is a második hadsereg parancsosságnak van a főhadiszállása, Jáni Gusztáv hadsereg parancsnok. Fogadja őt nagyon szívélyesen, mint osztálytársát, akivel nagyon jó barátságban volt, együtt végezték a hadiskolát, együtt laktak Bécsben 3 évig. Nagy Vilmos Jánitól kért tájékoztatást. Az eladás minden szavában, lehet, hogy ezt mondta más szót, egyet értek. Megyünk ebédelni. Ebéd után Kéri Kálmán, apám szánsegélye, vezérkari ezredes, jelenti apámnak, hogy a hadsereg parancsnok úr, így jelenti a Kéri Kálmán, kialgatást kér nagyméltóságottól. Azt mondja, apám, hát szóval mit, hogy Guszti kialgatást kér tőlem? Hát mit akar a Guszti? Hát a pofámon meglátod a csodálkozás, teszi lelki jó barátok. Ezeket sose hallott a másként beszélni, mint Vilikém, meg Gusztikám. Én tudom azt, hogy együtt voltak a közös hadiskolán, Vínbe, egy szobában laktak, együtt dolgoztak. A Nagy Vilmos anyja volt a házvezetőnőjük, aki ellát őket. Hát az egy család, most ez a kérét kihaltás. Jáni ezt észreveszi, úgyis a mosogos pofán volt. Azt mondja, én a miniszter voltam, kiállatást kértem. Olyan hangon, hogy látom, hogy itt jó, hogyha moderálom magamat, megyek, mondom, hogy Nagy Vilmosnak, hogy hadsereg parancsnok úr kihatást kér a miniszter úrnak. Mit akar?
kihallgatást kér. Ugye mondja, nem lehet kitérni. Mondom, muszáj. Hát akkor szerveznek. Jó, meg lesz szervezve. Nem tudom, milyen iroda lesz kielőve. És na és hát mondom, hát tessék kardot kötni, sapkát kezdjük, tessék fogani, ő biztos így fog megjelenni. Így is történik. És most csak hármasban vagyunk. A miniszter várja a Jánit. Jáni jön, és a csapja magát. Miniszter úr felkéri arra, hogy ő mézült főméltóságnál tolmácsolja a kérését, hogy őt a hadsereg vezetésétől fölmentse, mert ez a hadsereg önézete szerint feladatát nem fogja tudni ellátni. Mondja Jáni, tehát ez biztosít, ez megvolt. A hasztére való hazatérése után rövidesen jelentkezik a kormányzónál, és jelenti neki többek között, hogy Jáni Gusztáv hadseregparancsnok kéri a leváltást, felmentését. Röviden a válasz, nem váltom le, mert nála jobb parancsnokot nem tudok kinevezni. Akkor, amikor kimentem a frontra, hogy megnézzem a második hadsereget, mert azt szerettem volna megállapítani, hogy hát közvetlenül az én benyomásom alapján mire van ennek a hadseregnek szüksége, amely hát azt mondták már, ez a halálra van ítélve. Amit ott láttam, az nem volt lélekemelő, az nem volt arra jó, hogy azt mondjam, hogy na, biztos a győzelem, mint amit a németek mondtak. Én nem hittem benne. Az orosz téli felkészülés mindenkinek fogalmunk sem volt róla, hogy azok ugye 40 fokos hidegben úgy mennek, és úgy mennek, mint a mi a normális körülmények között. Láttam azt a frontot, amin a magyar hadsereg van, azt mondtam, ez egy olyan pókháló, amelyeken akkor lök át az orosz, amikor akar. A hadseregparancsnokságon végrehajtott látogatás után, vagy szemle után elmegy és megszemléli a alkalmazásban lévő munkaszolgálatos alakulatokat. És ott közvetlenül felkeresi a munkásszázadokat. Ott kezdet fog a munkaszolgálatosokat, beszélget velük, kérdezget, kérdéseket tesz fel, és többek között egy nagyon érdekes, megtörtént eset, kérdezi az egyik munkásszázadnál, hogy önnek mi a foglalkozása. Mondja, kérem, én hegedűművész vagyok. Magának mi a foglalkozása? Én kérem szépen orvos, segédorvos vagyok, amit tudom én milyen klinikán. Köszönöm. Apám előveszi a jegyzetet, és ír. Valamit írt. Mi? Hát nyilván azt hiszem, hogy minden válaszokat kapott. És akkor úgy föltette a kérdés, úgy kvázi mellékesen, hanyadik század ez? Így mondta el. És jelenti a munkaszolgálatos, alázatosan jelentem, ez a 20. század. Hát ugye ez bátor jelentés volt ilyet mondani. Én azt hiszem, hogy ezek ottan, hogy a miniszter őket megszemlélés, elbeszélgetett, hát ez olyan benyomás hagyott vissza, amit itt el sem lehet képzelni az akkori időtök illetően. Ez ott nagy Vilmos. Ha egyszer ő valamit meg akar csinálni, egy ilyen dolgot, meg vagyok győződve, hogy ezt az alkalmat kiragadta. Amit ő egyébként tapasztalt, itt a beszédekből, hogy mi történik, hogy bizony egyáltalában nem tartják be azokat a rendelkezéseket, amik már eddig is a emberséges bánásmódra vonatkoztak, még nem születtek meg az igazi komoly rendeletek, de általában krudéris módon bánnak a munkaszolgálatosokat. Apám fel volt, nem engedi, nincs istentiszteletre való menetel, nincs, hogy hívják, megfelelő ruházat, komisz a hangnem, élelem, stb. Nincs ennivaló rendesen, és
Hát apám ezen fel volt háborodva, hát ez lehetetlen dolog. Úgyhogy ő kénytelen volt, amikor hazajött, kinevezni Röder Jenő tábornokot, vezérőrnagyot, a hátország munkaszolgálatos alakulatai ellenőrzésére, és Szombathelyével való megbeszélés alapján kinevezi és megbízza tanító József, ha jól emlékszem a keresztnevére, tábornokot, akik a hadműveleti területen működő munkaszolgálatos alakulatoknál ellenőrzi a szolgálat ellátását, a munkaszolgálatosokkal való bánásmódot. A Röder Jenő, azt kijelentem, amit lehetett, azt megcsinált. És még azt is ellenőrizte, hogy ahol neki valahol őszintén jelentettek, hogy nem-e történt baja. Ugye? Hát a Nagy Vilmos rendszerint nem is kapott meg minden való jelentést, de amit megkapott, az iparkodott elintézni. A második hadseregnek a sorsa nem azon múlott, hogy ott jól harcolnak-e, vagy rosszul harcolnak-e, jól vannak-e fölfegyverezve, vagy rosszul vannak fölfegyverezve. Mert elsősorban hadászatilag volt az úgy olyan helyzetben, hogy ott annak a hadseregnek csak megsemmisülni lehetett. A védelemnek mélysége kell legyen. Ennek a védelemnek egy vonala volt, és ennek a vonalnak sem, az a vonal is nagyon széles volt, tehát éppen csak, hogy meg tudták szállni. A másik pedig, hogy még ennek a vonalnak sem voltak kisebb tartalékai. Ha itt ezt az egy vonalat áttörték, akkor mindennek ott kellett maradnia. A védelemnek semmiféle feltétele nem volt adva. A második hadsereg megsemmisülése felvetette azt a kérdést, hogy ezután Magyarország milyen mértékben vegyen részt a továbbiakban a háborúban. Az én nézetem az volt, hogy a második hadsereg maradványait haza kell hozni, és helyettük semmit sem szabad kiküldeni. Nem tartottam helyesnek, hogy az elszenvedett veszteségek után kiegészítsük a második hadsereget, és újabb áldozatokat hozzunk az elveszett német ügyhortárán. Ezt a levelet jó atyám írta 1947. augusztus 10-én Nagybacomi Nagy Vilmosnak, az ő könyvével kapcsolatosan, mivel a német nem győzhet, nincs más út a másik oldal felé keresni a kiutat. Ennyit ehhez a kérdésben álláspontom tisztázására. Így, amint átvettem az ügyek vezetését, azonnal felvettem az érintkezést az angolokkal, és mint ismeretes 1943-ban végleges megállapodásra is jutottunk. Egyik pontja annak az volt, hogy Magyarország átállása csak abban az esetben jelent nekik értéket, ha intakt hadsereggel és a német megszállás elkerülésére várjuk azt be. Így most láthatod a hintapolitika mélyen rejlő okokat, ez a hintapolitika nem a németek és szövetségesek, de a megszállás vagy meg nem szállás problémája volt. Teljesen így van. Apám miniszteri működéséről feljegyzést készített, annak egy példánya a kezemben van, felolvasok abból egy pár részletet. Megakadályoztam, hogy a németek felváltására Szerbiába 3 hadosztályt küldjünk. Nem járultam hozzá, hogy Borba 10 000 munkaszolgálatos vezényeljünk. Ezzel kapcsolatosan
elmondanám, hogy ez úgy zajlott, szemtanúja voltam annak a beszélgetésnek, ami lezajlott Szombathelyi Ferenc és apám között. Azon a közvetlen vonalon, amin ők beszéltek. Fölhívta apámat, és közölte apámmal, hogy megegyeztem a németekkel 10 000 munkaszolgálatos borba küldésére, és 3 hadosztály kiküldésére, megszálló erőként Jugoszláviára. Apám erre kijelentette, ezzel nem értek egyet, a kérdést korratanács elé fogom vinni, és állásomat kötöm, hogy ez végrehajtásra ne kerüljön. Ő egyre inkább levonta azt a következtetést, és talán a leghatározottabban képviselte, hogy minden lehetséges magyar erőt, katonai erőt vissza kell vonni az országba. Ugyanez volt egyébként a Kállai féle elképzelés is. A németektől állandóan kértük, hogy engedjék vissza a rosszul felcserélt csapatainkat Oroszországból. És erre a németek egy bizonyos időben azt mondták, rendben van, akkor küldjenek le maguk a Balkánra megszálló csapatokat, és akkor mi visszaengedjük az ottani csapatokat, maguk viszont a Balkánra vegyék át, mert így felszabadulnak a mi balkáni hadosztályaink, és mehetünk, Oroszországba vihetjük őket. Hát természetesen ez volt az abszolút öngyilkosság lett volna. Ha most mi a balkáni darásfészekbe betesszük a lábunkat, akkor azt megüzenték nekünk a szövetségesek, azután teljesen Magyarország végét jelent, és azonnal elkezdik a bombázásokat. Azért lett markánsabb mindinkább az ő arcvonása, politikai arcképe, mert érezhetően egyre inkább a német ellenes vonalra állt át. 35 000 embert kért megint a német légügyi attasé. Ott vagyok, mert nagyon nem szeretett németül tárgyalni. Megértettük, mint perfektül tudott német. Na de hát jobb így, más tárgyal is ő közben gondolkodik. Négységben van esve. Hát mondom, miért? Hát nem ígérte meg majd méltóságot azonnal kiállít őket. Na, de hát mindig kérdezem, mert annyi baj legyen. Hozzám fog fordulni, ugye? És mindenek előtt meg fogom kérdezni, hogy milyen korosztályból. Na, de azt megmondjuk meg. Ugye, 2 hetet megint nyerünk, utána megkezdjük, hogy milyen foglalkozással kellenek. De többet nyerünk, mint 4 hetet. Mert meg fogjuk mondani, hogy nincs egy nyilvántartások, nem tudjuk még, hogy ez a zsinó mennyi aszalos van, meg mennyi micsoda. Tehát ez föl kell nekünk teríteni, hát az időbe telik. Hát jöjjön ide a főterer, én hozzám kérem. Én a legjobbat akarom, én arról biztosítom a főterert. Mi a legjobbat akarjuk, tényleg olyan emberek menjenek ki, akik képesek azt teljesíteni, amit önök kívánnak. De hát kérem, türelem kell hozzá, értse meg. Hát maga tudja, hogy ezt meg akarom csinálni. Szerencsére nagy humor MCC alatt váltották föl, mondott le. Ugye? Most hát a csatai. A csatának 1000 más dolga volt, hogy ő a füteret mindjárt fogadja. Hát dehogy fogadta. Ugye? A végén szegény fütterel kint volt megelérni, hogy 3500 ember ment bórba. Apámat a parlamentben és a szélsőséges sajtóban sorozatos támadások érik. Ezek a támadások alapja a következő volt, és indul, amivel vádolták őt. Azt mondták, nem német barát, nem gondoskodik a hadsereg megfelelő ellátásáról, barátja a zsidóknak, a zsidó vállalatokban képviseletet vállal, állást vállal, a zsidók, Nagy Vilmost megfizetik, tarthatatlan állapot, és ezért követelnék, ha elhangozna a interpelláció, Nagy Vilmost lemondását. A jobb oldal állandóan a németeknél jelentette,
hogy a Nagy Vilmosnak a testvére, aki valami üzletember, vagy nem tudom ki volt, és hogy az zsidókat vesz be, és zsidó cégekbe megy bele, és azokat a zsidókat úgy menti meg, hogy ő veszi át a céget, és ezáltal Nagy Vilmosnak a testvére. És ezt a nyilasok és az illiristák jelentették a német követnek, a német követ jelentette haza, és erre kaptuk a külügyminisztériumba, és a német követtől a szemrehányásokat, hogy hogy lehet ilyet, hogy egy zsidó Bérenc, a honvédelmi miniszterünk van. A bátyának, ugyancsak tábornok bátya, felesége, az egy sátorai újhelyi zsidó leány volt. Bevallom nyugodtan, hogy én is először, amíg meg nem ismertem, felé néztem én a Nagy Bélánéra. És amikor megismertem, akkor először is egy rendkívül művelt nőt ismertem meg, és nagyon magyar nőt ismertem meg. A német és olasz kormány nyomására apám kénytelen volt miniszteri állásáról leköszönni, ezt a lemondását a kormányzó először nem akarta elfogadni, de később mégis elfogadta, és amikor elbúcsúzott tőle, akkor azt mondta, de akkor ezt már elmondom, azt mondta, hogy még találkozni fogunk. Könnyes szemmel fogott vele kezet. A Honvédelmi Minisztérium tiszti és tisztviselői karától 11-én délután vettem búcsút. Többek között a következőket mondottam. Segíteni akartam az elesetteken, akiken már senki nem segített. Amidőn átadom helyemet és távozom a miniszteri székből, úgy érzem, hogy az ellenvények, vélemények ellenére is helyes úton haladtam, mert szent meggyőződésem, hogy az az egyetlen helyes út, amely a törvény keretei között maradva igazságos, egyenes, emberséges és őszinte, még akkor is, ha nem is mindig egyezik a napi élet ide-oda hullázó érdekeivel és felfogásával. Amikor az ő lemondását végül is a kormányzó elfogadta, azt hiszem 43. júniusában, akkor ő, mondom, ebben a bizonyos hát ellenálló, ellenzéki közhangulatban egy olyan embernek számított, akinek a lemondása egy komoly vereség számba ment, éppen ezeknek a csoportoknak a számára. Már 1944. március 19-én nehézre fordult a sorsa Vilmos bácsinak, amikor is a németek megszállták Magyarországot. Amikor azonban a szálasi pucsra sor került, október 15-én, őt is sok más jó magyar emberrel elfogták. Beszállítottak a svábhegyi Lomnitz szállodába, lévő nyilas fogházba. Ott voltam november 18-áig, ahol találkoztam Béla bátyámmal és még több politikai letartóztatottal, akikkel együtt 18-án a Sopron-Kőhidai Állami Fegyintézetbe hurcoltak. A letartóztatottakat a kórházba helyezték el, a Fegyház kórház épületében, ebben az épületben. Apám iratai között meg is találtam egy vázlatot, egy rajzot, amelyben lerajzolta azt a szobát, amelyikben ők feküdtek. Itt volt Lakatos, Szombathelyi, Töreki, Gróf Eszterházi Móricz és Jávor Pál.
háború után itthon méhészkedik, különböző házi munkákkal foglalkozik, a házfőri munkákat elvégzi, intenzíven dolgozik a emlékiratának a előkészítésével. Miután ezt befejezte, 47-ben megjelenik ez a könyv. A Klotilligeti református templom előtt állunk, amelyik nem épült volna fel Nagybaconi Nagy Vilmos nélkül. Ő itt lakott ezen a településen, legalábbis a hétvégéket itt töltötte, és szívügye volt, hogy ez a templom megvalósuljon. Nagy összefogás előzte meg, közadakozás, de oroszlán része őnéki van ebben az építésben. Valóra váltak azok a tervek, amiket ő készített el, visszaemlékezve egykori pátriájának, Nagybaconnak a református templomára, és ezt tudták kicsinyített változatban itt elkészíteni. Különös a mai fogalmaink szerint az, hogy 1939 tavaszán volt az alapkő letétel, és ugyanakkor 1939. augusztus 20-án már fel is szentelték templomunkat. Kimentünk Klotilligetre, ahol még akkor élt a boldogult Zelma néni, a felesége, és egy csodálatos kis öreg úrral találkoztam. Alacsony, mosolygós, de az alacsonsága mellett energiát árasztó valaki volt. Nagyon barátságosan fogadott, azonnal tegezett, és rögtön engedélyt adott, hogy ez visszafelé is menjen, és egy nagyon-nagyon kellemes délután töltöttünk együtt. A háború után, amikor az ember azt gondolhatta volna, hogy anti-nemzeti szocialista magatartása miatt kitüntetésben részesíti az új rendszer, még több megaláztatásban volt része. Apám 1951-ig 1351 forint nyugdíjat kapott körülbelül, melyet 51-ben megvontak, államosították a házait, kitelepítették kényszerlakhelyre a szomszéd utcába lévő villába, semmi jövedelme nem volt. A helyi erdészet vezetője alkalmazta őt, mint erdei segédmunkást. De itt se tartatta magát időtlen időkig, hanem nagyon hamar, meg nem mondom azt, hogy mennyi idő telt el, innen is távoznia kellett, mert kezdték hangoztatni, hogy itt van Nagy Vilmos, a tábornok, hogy lehet az nem lehetetlen állapot, és ezért kénytelen volt itt hagyni, és nem tudott máshol elhelyezkedni, mint a cigányoknál. Az ekovásoknál. Ezekben a nagyon nehéz esztendőkben váratlanul levél érkezett hozzá. A levél feladója Gróza Péter volt, az akkori román miniszterelnök. Az egykori magyar autonóm terület létrehozója Erdélyben. Annak idején együtt érettségiztek, és Gróza Péter érettségi találkozóra hívta Vilmos bácsit. Apám a levelet nagy örömmel kapja, olvassa, rögtön válaszol, azt válaszol neki, kedves Péter, meghívást köszönöm, lélekben ott vagyok, utazni nem tudok, nyugdíjam nincs, házaimat elvették, fiamat elvitték, ez a helyzet, ezért üdvözlöm a régi iskolatársakat. Egyszer fölkeresték civil urak, fekete kocsival, magukkal vitték, kimosdatták, kiöltöztették, kezébe nyomták az útlevelet, és közölte, hogy magas helyről hozzájárultak, hogy ott legyen
Gróza Péter érettségi találkozóján. Mire visszajött, addigra, mert a nyugdíj el volt intézve, de ezt ne azt gondoljuk, hogy valami magas nyugdíj volt. Nem volt az egy tábornoki nyugdíj, de valamit kapott. 1954-ben kiszabadultam én, tehát szabadlábra helyeztek, 1959 körül visszakapta a házait, és 1960-as évek elején, első elején megemelték a nyugdíját is 1500 forinttal. Ezek voltak az intézkedések, amik Gróza Péternek köszönhetők. A Jedvesemben alkalmanként ülésező magas szintű testület, mikor elfogadja azt, hogy ki érdemes az igaz címre, akkor a határozatát úgy is végrehajtják, hogy egy oklevelet adnak át az illetőnek, illetve állítanak ki az illető nevére. Ezzel az oklevéllel együtt jár az a medál is, ami a bizonyítja, hogy az illető az igazak közé tartozik. 52 év távlatából, és hálával is tisztelettel gondolok erre az emberre. És ha a temetésének évfordulója, halálának évfordulója lesz, én is leteszek egy szál virágot a sírjára. Amikor eltávozott ő is a minden élő kutyán, és a temetésére került sor, nagyon jól esett látni azoknak az embereknek a tömegét, akik szeretettel és tisztelettel ragaszkodtak személyhez. Voltak ott mindenféle rendű és rangú emberek, akik hálásan tekintettek vissza arra az időszakra, amikor Vilmos bácsi volt a támaszuk. Ugyanakkor azonban számomra nagyon szomorú jelenség volt az, hogy az akkori honvédelmi minisztérium egyáltalán nem képviseltette magát ezen a temetésen. Jóval a temetése után pár héttel tudtam eljutni a sírjához, ahol egy erdélyi kollégámmal, aki személyesen ismerte a családot, mentünk ki. Letettük a virágainkat, elmondtuk a mi atyánkot, és én egy kavicsot is kerestem, és rátettem a sírra. Zsidó szervezettek is részt vettek, külföldről is ezen az alkalmon. Magnó szalagra rögzítették a temetési igehirdetést, és engedelmet kértek arra, hogy külföldi izraelita lapokban publikálják ezt. Később hallottam meg, hogy a temetés után ezeket a magnó szalagokat, amelyekből bizonyára több is volt, a Budapest felé közlekedő vonaton hallgatta az utazó közönséget.